Marco Cantelé, ugye ő finn, ahogy ugye Finnországból érkezett, tehát finn játékosról beszélünk, ugye azért olyan sokan nincsenek, hogy a legjobbak között. 119. a PDC ranglistáján, tehát ugye ő a Nordic és Baltic ranglista alapján érkezett? Így van. Ez a harmadik világbajnokság, a 2009-ben játszott, az lehet, hogy 2009-ben, ez egy elírás. Nem, abszolút lehetséges. 2009-ben játszott az első VB-t, aztán sokáig semmi, majd 2018-ban is kijutott, a Joe Andersonton 3-0-ra kikapott, és most jön a harmadik megméret, most pontosabban a negyedik meccse, mert 2009-ben egy meccset nyert, és egy bizonyos Ronnie Baxtertől kapott ki. Jó, de jó játékos volt Ronnie Baxter, te jó Isten. Ami pedig az ellenfelet William O'Connort illeti, kicsit azért nagyobb név, pontosabban nem azt, hogy nagyobb név vagy sem, azt én még talán én nem mondanám. Egyrészt fiatalabb lényegesen az ellenfelénél, ugye mint látható Marco Cantelé 51 esztendős már. Másrészt azért döntőt játszott a World Cup of Darts-on 2019-ben, ezt ne felejtsük el. És tavaly, tehát egy évvel ezelőtt a 19-es VB-n nagyobb 32-ig menetelt. Igen, abszolút. Itt is azt lehet mondani, hogy megvan a mérkőzés esélyese, de ennek nem biztos, hogy örülni fog O'Connor, mert az mostanában nem túl jó előjel a Ellipeli színpadon, hogy ki az esélyes, és arról nem is beszél, hogy Cantelé bizony már megfelelő rutinnal rendelkezik. A PDC színpadokon rengeteg European Tour fordulóra tudta magát kvalifikálni, hiszen a Nordic and Baltic elnevezésű PDC szervezet, ami egy fiók szervezete a PDC-nek, önálló versenysorozatot üzemeltet, ahonnan mind a világbajnokságra, mind a European Tourokra külön selejteznek a játékosok. Nagyjából hasonló, hát ők egy kicsit előrébb járnak ugye, mint mi kelet-európaiak, de ugyanúgy van egy saját selejtezőjük. Nálunk ugye a kelet-európai selejtező megvan a European Tourra, de nincsen egy olyan versenysorozat, ez az, ami ugye most alakulóban van, illetve hát szervezés alatt van, hogy legyen egy kelet-európai regionális bajnokság, ahol a kiemelt játékosok, akik az adott nemzeteknek a jó játékosai, azokat ugyanígy meg lehetne versenyeztetni, mint ahogy megteszik ott az északi országokban. Ugye innen kerülnek ki olyan játékosok, mint Labanauskas, vagy Madars Razma, ugye, aki a lettek képviseletében, vagy Cantelé, vagy Kim Viljanen korábban. Hát ezek a játékosok mind az északi részről, vagy Dennis Nilsson. Szóval hemzsegnek a jó játékosok ott is. Én azt gondolom, hogy Kelet-Európában is minél többet fognak egymás ellen küzdeni a kelet-európai jó játékosok, annál hamarabb fog onnan is kitermelődni még több Ratajski, még több Sedlacek, és remélem majd hamarosan már tényleg magyar neveket is tudok itt felsorolni, mint stabil, fix PDC játékosok. Azt tudom, hogy elég sokan fognak szerencsét próbálni a január közepén megrendezendő Q School-on, ami ugye előfeltétel annak, hogy valaki mondjuk a Challenge Tourra el tudjon járni, ha nem is sikerül a Pro Tour kártya megszerzése, illetve azért az sem felejthető el, hogy onnantól kezdve valaki játszik a Q School-on, ahova nem olcsó a nevezés, mert a 4 napos versenyre 450 font azt hiszem a nevezési díj, vagy 500 valahogy így, tehát azért nem egy olcsó játék, de onnantól kezdve a European Tour selejtezőkre nem kell nevezési díjat fizetni, és azért ez nem mindegy. Közben nézzük a megvan a 24 pont, és a dupla 20-ra nem találja el O'Connor. Kellett volna a tripla elsőre. Reflex hegyeket használ, azért rezeg ennyire a nyíl. Ez egy jóval vékonyabb típusú hegy, mint az alap felszereltség. Bedobja a dupla ötöt közben William O'Connor. Lehet látni, hogy egy nagyon vékony hegyű nyillal játszik Marco Cantelé. Ennek a lényege nyilván az, hogy a bennálló nyílnak a hegye minél kisebb helyet foglaljon el a tábla felületében, és jobban odaférjen
könnyebben el is mozdulnak ezek a nyilak, amik benne állnak a táblába, el tud picit hajolni vagy mozogni, hogyha a másik nyíl oda megy a közelébe, lehet látni, hogy hogy megmozdítja. Aha. O'Connor sem kezdett jó, de Cantele sem. Hopp, egy szektorhiba. Egy egyes, azt egy ötös. 25. Hihetetlenül most elkerülgeti, nem tud triplát dobni Cantele. Nagyon koncentrál a finn, de tripla nem akaródzik jönni. Na, ez most jó lett. Egy tripla, végre van egy tripla, most hátsó pályán azért van előny, függően attól, hogy O'Connor mit dob. A leváltás neki is jó. Sőt! 134-jel. Nem engedi még lépni Cantelét. Nem bizony. Százas jön Cantelétől. Ez nem kiszálló. Nézzük a 224-ről O'Connort. Ugyanúgy 100, de O'Connor már kiszállón első pályáról. Cantelének jön a tripla 20. Azt szerintem vagy fölötte van, vagy egyes. 121, 64-re megy le Marco Cantele hátsó pályáról. Nézzük a O'Connort, kell az 54. Az megvan, és a Bull. Ó, de közel volt. Cantele egyenlíthet. A hetest választotta a 16-os helyett a nyíl. Dupla 8. És a dupla 4-et kell most. Jön. Nem jön Cantele. Na nézzük azt a dupla 20-at, azért azt egész biztosan sokat gyakorolta már. Lényegesen fölötte. Ó, nem! De így diszponált Cantele. Igen, most nem nagyon jönnek, és ez most sokba kerülhet neki. Itt volt a lehetőség, hogy visszahozza az elvesztett kezdést. Ehelyett most O'Connor 2-0-ra vezethet. Na, de neki is meg kéne dobni a duplát. Bedobja a dupla egyet. 2-0. Ott van a tripla 20. Ötvenkilenc. Ötvenhét csak. Jön lenne az 57. Meg még egy. Ott a két tripla Cantelétől. 140. Ott van. Ott
Ugyan kaptam egy fényképet Molnár Laci barátomtól, aki teljesen adhok jelleggel munkaügyben kint tartózkodik Londonban. Nem egy nagyon előre tervezett utazás volt ez részéről, és kérte, hogy segítsek valahogy jegyet szerezni, de megmondom őszintén, az én fórumaimon, amit ismerek, a hivatalos oda nem nagyon volt már a mai napra. 180! Ezért javasoltam, hogy menjen oda a helyszíre, hátha, és most küldött egy fényképet a játékos bevonuló mellől, hogy oda sikerült jegyet vennie. Hát sokszor ezek szerint nem az a lényeg, hogy valaki jó előre megveszi a jegyet, hanem csak egyszer oda megy a helyszínre. Most is lehet kapni. Igen, ezekre a napokra azért még előfordul, igen. Na nézzük 87-re, jó szurkolás neki. Megvan az 51 és a dupla 18. De nem találja el a duplát. 52-re Cantele. Egy 12 vagy egy 20-as. Megvan a 12 és a dupla 20. Bedobja! Na, megvan az első legja. Marco Cantelének. Nem jön a tripla Connornak. Hát vannak, akik egy szarvúval érkeztek. Na, úgy tűnik, hogy itt össze kapogatja magát Cantele. Újabb tripla nélküli kör, 58. Oh. 140. Ez most bent van. 100-as. Ez 140. Ezek most jó Cantelétől, mert szépen 87-en van, te. Akkor nem is biztos, hogy le fog menni, de azért egy 140 sokat segített volna. Rendszert az 191 nincs kiszállón. Nem ment rá ugye a 20-asra, mert nincs kiszállón. Na, most megvan a 32-re kerekítés. Egyenlíthet, és aztán kezdhet a győzelemé, pontosabban az első szett megnyeréséért. Cantele. Na, de várjuk ki a végét. 126. 65 marad, ezt elnézte. Ennyi. 2-2. Csoda brigádok. Itt biztos majd a Bain Mardle féle jelmezverseny az szereplői. Igen. 180! A döntő legben igen jól kezd. 150-edik a tornán. Így van. Ez jó? Igen, 140-nel futottunk neki ennek a napnak. Százas O'Connortól a 180 után. Igen, itt eddig 2-180 van, és 8 darab 180 volt az előző meccsen, tehát tökéletes a 150-es szám. És lent a 19-esen jön a tripla. Cantele egy kicsit lemaradt.
93. Nem jön a váltás sem. Na most, most igen. Jó. 19-esen egy 95 ponttal 148-ra megy le. Dupla 16 az első szettért. Hát hiába kapaszkodott vissza Cantele. Nem tudja behúzni kezdésből az első szettet. Hú, de mérges a Connor. Mérges győztes. Picit pihenünk mi is, aztán folytatjuk.